Agrárfórumon értékelték az évet az ágazat vezetői Balkányban. A gabonatermesztés rekordszintet ért el idén, a napraforgó, a búza és a kukorica mennyisége volt a legkiemelkedőbb. 10 millió tonna kukorica termett, ez a szám 4 millióval több a tavalyihoz képest. A szójatermesztés is kezd elterjedni hazánkban, már a 60 ezer hektárt is meghaladja. A fehérje növényből 180 ezer tonnát takarítottak be. A MAGOSZ elnöke szerint ezek az eredmények a gazdaságot is nagyban segítették. Az előző esztendőben a GDP-hez mínusz 0,2%-kal járult hozzá, azaz rontott 0,2%-ot. Most ebben az évben, az első háromnegyed évben, összesen plusz 0,6%, várhatóan évvégére 0,8 és közelítünk az 1%-hoz. Ez egy óriási eredmény, szinte minden termésből rekord közeli volt az átlag, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a zöldség gyümölcság az abban komoly gondokkal küzdöttünk, különösen a térségben az almával küzdöttünk nagyon sokat. Egy átgondolt, alapjaiban új koncepció mentén kell a leendő szabolcsi fejlesztés irányát meghatározni, közölte a MAGOSZ elnöke. A megyében egy kiemelt nagy beruházás nélkül az alma ágazat helyzetén nem lehet segíteni, tette hozzá Jakab István. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mozgalmas évet zárt, az új őstermelői kártyák bevezetésével a 400 ezer tagot számláló szervezetet próbálják fehéríteni, de további céljuk a napra kész, minél gyorsabb információ közvetítés is a tagok részére. Ennek érdekében egy pilotprogramot is indítottak Hajdú-Bihar és Vas megyében, amely országossá válik majd a közeljövőben. Éppen most Hajdúböszörményben adtuk át az első olyan szolgáltató központot, ami pedig koncentrálja azt a szolgáltási portfóliót, amivel a tagjainkat szeretnénk kiszolgálni. Itt a falugazdászokon túl a kamara biztosítás közvetítőit, az ingyenes jogsegélyszolgálatunkat, de később egyéb más, akár telekommunikációs szolgáltásokat is igénybe lehet venni, de például a katasztrófavédelemnek a szakemberei, különböző inputanyagbeszállítók, pénzügyi szolgáltatók is megjelennek itt, folyamatosan bővítve ezt a kört szeretnénk, hogy egy olyan információ tömeget tudna egy helyről begyűjteni a tagjaink. Idén kezdte annak a jégeső elhárító rendszer pályázatok előkészítését. 2018 évelejére áll majd fel a rendszer, amellyel országos szinten 5% alá csökkentik majd a jégeső okozta károk kockázatát. Ez egy közel 2 milliárd forintos beruházás. Az agrárvidék fejlesztésért felelős államtitkár a pályázati lehetőségeket ismertette a Balkányi Fórumon. Idén több mint 600 milliárd forintnyi pályázati felhívás jelent meg. Még az év végéig, valószínűleg a két ünnep között még meg fog jelenni két nagyon fontos pályázati felhívásunk. Az egyik a fiatal gazdák induló támogatását fogja segíteni egy 38 milliárd forintos kerettel. A másik pályázati felhívásunk pedig a mezőgazdasági termelők több lábon állását, illetve új vállalkozásoknak az indítását, fejlesztését szolgálja. Ez egy 36 milliárd forintos pályázati lehetőség lesz, és ez még a két ünnep között meg fog jelenni, majd valamikor egy tavaszi kérelembenyújtással. A 40 év alatti mezőgazdasági szakembereknek külön forráskeretet különített el. Nem a többi gazdálkodóval versenyeznek a különböző támogatásokért.